Na, Lajcsitól kérdezem, hogy mi a véleményed? Hogy tetszik eddig az a létai ügyességi rendezvény? Hát eddig az első futam kurva szar volt. Szargumi, ortolós, gumikiütés, minden. Hát a második már egy kicsit jobb. A kettedik egy kicsit jobb, ez mivel nyilvánult meg? Hát egy kicsit szétszakadt a stráfról a gumi, leszakadt a futófelület. Megesik, hát nem tudsz közlekedni, az a baj. Hát az a baj, igen, nem lehet uralni, nagy benne az erő, és hát... Mit fogsz csinálni akkor, hogyha felmehetsz a rally show-ra? Hú, hát akkor nagy öröngés. Mi fog történni a pályán? Hát ottan gumi, annyi. Szarrá fogom durrantani mind a kettőt, kipukkanál. Akkor ne keveredjek bele. Hát abban ne keveredj bele. Jó, mi várható így este? Este már, hát, hogy így este. A szponzort így nézegetem, italdiszkont, tehát szombat este. Hát az a saját italdiszkontunk. Akkor kirámolod? Á, nem szabad berúgni, nem iszunk. Nem iszol, nem dolgozol? Nem. Csak a közutat veszélyezteted. Pontosan. Jó, akkor kösz szépen. Szia Csabi, szép a pólód. Köszi Zolikám, szia. Szép. Hol csináltattad? Akarok én is ilyet. A Salon Decornál csináltattam. Nem egészen ilyenre gondoltam, de így is megfelel. Nekem tetszik. És mi a helyzet? A verseny milyen? Nekem nagyon tetszik. Remélem felengednek harmadik futamba is. Szeretnék egy kis gumit égetni. Úgy hallottam, hogy van egy nagy hórihorgas lyuk a kasznin. Ez így... Hát jól hallottad, jól informált vagy. Egy harditárcsa szakadás történt, és kicsit a kaszni folytonossági hiányot szenvedett. Akkor most befúj a szél? Hát igen, van szellőzés. Hűtés. A klíma, a gyári klíma. Teljesen. És mi lesz, hogyha beszabadulsz harmadjára is? Állatkodás. Gumidurrantás. Égetés, amíg féltengeig nem kopik. Este? Keveset iszol? Hát, iszogatunk. Megünnepeljük a mai napot. Van mit felejteni? Jó, akkor csak óvatosan. Csak óvatosan. Nehogy lerészegedjél, mint egy ismerősöm egyszer. Egy versenyen. Egy jó ismerősöd. Na, köszi. Nos, és Sandrit kérdem, hogy milyen eddig a futam? Hát nagyon jó meleg van. A gumi az csúszik faszául, ahogy vártuk. Hát tetszik. Kaparunk, füstölünk. Mi várható a rally show-ra? Hát a rally show-ra ugyanaz, mint az első két futam. Közben, hogy hát égetjük gumit lefele a francba. Van elég? Van, hoztunk persze. És mi a helyzet a ma estével? Ital. Mennyire? Nagyon. Hogy fogsz kinézni? Mint egy állat. Akkor szokásos lesz. Igen. Megyünk Nyíregyházára, de odafele szerintem én már rendben leszek. Na, mentek Nyíregyre? Igen. És ott mi lesz? Öt éjszakai autós valami rally sprint verseny, de annyira úgy nem érdekel, inkább az ital. Inkább az ital. Mit tudsz elmondani az új autóról, első versenye? Hát most készült el a kocsi, teljesen új az egész, az utolsó csavarig, aztán most is hoztuk próbálgatni, hogy viselkedik. És mit tudsz nekem mondani? Úgy hallottam, hogy megvan a fiadnak a neve. Nincsen. Én pedig hallottam, hogy állítólag Bődi Ödön és Bece neve Bödön lesz. A Buzi bátyád nevezte az én kisfiamat így. Jó, hát remélem így lesz a gyakönyvezetve akkor. Megoldjuk persze feltét. Jó van, legközelebb? Salak. Salak, akkor egy hét múlva csacsogunk. Így van, köszönöm. Én is. Hát szevasztok. Hello. Mi a helyzet, hogy tetszik a verseny? Nagyon jó, tetszik. Az elején volt egy kis túlkörözés, de jó. Sok volt rajta a gumi, aztán gondoltam, még megyek pár kört, hát ha lejön, de így is jó. Szintre kellett hozni a gumikopást, szerinted? Ugyanezen a véleményem vagyok, hát most sikerült beforogni a Szűcs József kollégának köszönhetője. Nem jó ez zárójában? Mi van? De nagyon tetszik, nagyon élvezem, a barátomnak a kocsijával vagyunk itt, úgyhogy ezt nem lehet kell sajnálni. Térjünk is a lényegre akkor, hogy úgy hallottam, ti feleséget kerestek. Lehetséges, igen. Ladaracing.hu-n lehet jelentkezni, ezt már megmondom. Igen, ez az én telefonszámom, úgyhogy ha majd a másik oldalra átmegyünk, ott megtaláljátok az őjét is. Felvesszük azt is mindenképpen, és mit tudtok így elmondani párkapcsolat szempontjából? Mások által jó humorúnak tartott zsiguli beteg srácok keresik életük szerint. Nagyon, igen. Így van, nagyon jó. A főzés, illetve a mosás tudomány az mindenféleképp előny. Ezt akartam kérdezni, hogy milyen legyen a leendő pár. Nem tudom, de azt eláruljuk, hogy főzni nagyon tudunk, tehát... Illetve legyen nagyon sok szabad ideje, mert akkor
lehet veszekedni, hogy mikor szerelek, akkor nem lesz talán. Csak inkább csak szerelésekkel a csaj akkor. Hát, és a hátsó szélvédővel mi a pálya? Hát azon túlságosan kiláttunk, aztán valamit kellett rárakni. Egy véleményünk a bizonyos csoportról. Aki nem tudná, az majd megnézi a hátsó szélvédőt is. Ezt a csoportot nem is kérdezném. Jó van, Rallis úrra mentek, vagy bele? Hát menj, mert ő a nagyon ügyes gyerek, tehát ő edződik egy ilyen bácsi mellett, ott egy szürke kocsival van, sokat ő mellett elfigyeli a kézmozgásokat, így hirtelenkező urunkat, és ő megy elvileg, ha belefér. Értem, és mi váltunk szombat estére? Masszív alkoholizálás? Nem, ne keveredj bele. Ne keveredj bele? Jó, hát a srácok nem zavar a gurit, hanem... Mások oldalt nézzétek meg, de úgyis csak őt hívják, tehát szép sárga pólója van, most nézd meg. Jó, hát lehet jelentkezni ladaracing.hu-n, aki szeretne. Na, Basic Aim, mi a helyzet veled? Hogy tetszik ez a rendezvény itt? Hát ez fekszik nekem, szeretem az ilyet. Hát ezt szereted, sok ember meg keresztbe lehet menni. Hát jaja, valami ilyesmi. És azt mondd már meg nekem, hogy ez így, hogy jött ez, hogy mezitláb versenyzünk? Ez úgy jött, hogy minél jobban érezzem a pedálokat, és ezt már kumadrason is alkalmaztam, ezt a megoldást, és most tovább alkalmazom. Ez egy továbbfejlesztett változata. Így van, és ez bejött, és szeretem, és imádom, és ennyi. A naturalizmus a lényeg. Láttuk, hogy van egy új kipufogód. A látsz a csal, nem ismételten csak csal, mert ez nem kipufogó rendszer, csak egy hátsó dom, meg egy vég, ennyi. Jó van, jó van. És mi várható a rallisóra? A rallisóra? Élvezet. Illetve legalábbis én biztos élvezet. Kívülbelül, de hát hogyha mondjuk ilyen pólóm lenne, akkor... Tudnád élvezni? Hát ne hülyéskedj már, nem, sose tudnék ilyen pólóval leétezni, mert nem lehet ilyet kapni. Hol lehet ilyet? Várud el! Felrakom magam a Facebookra, és majd lelájkolhatsz. Király. Király. Szombat este? Szombat este? K1-re megyek. K1-re megyek, tisztelet vendég, így van, minden lesz, tiszteletjegy, minden, és ott fogok pöffeszkedni, úgyhogy ennyi kb. Utána meg megyek haza a családhoz. Ez már nem az a régi szikszai. Nekünk volt egy harmadik haverunk, úgy emlékszem, a Boroskóla. A Boroskóla? Az meg? Hiányol. Van még a haverunk, csak diszidált egyelőre. De csak rövid időre. Rövid idő, hazajön, ne izguljál. Nem sokára lesz miért inni, és meg leszel hívva, nyugodt legyél. Szabadon foglak. Köszönöm. László, mi a pálya? Semmi különleges, itt vagyunk Métavértesen. Ez nagyon izgalmasnak hangzott. Igen, hát végre mellettem áll egy józan életű riporter, ritka alkalmak egyike. Ez nagyon becsülendő dolog, elhiheted. Így van. Nem tudom, bemutatnál egy kis BMW szinkronizálást? Hogyan is megy Kocsel Tibinek a BMW-je? Légy szíves már itt a nézőknek. Itt van Tibike, meghallgathatod, hogy hogy megy, mert hát jó magyar, megy. A magyar hangja, Hunyadi Zoltán. A magyar hangja, hát az igen, tehát az én vagyok, de csak bizonyos esetenként szinkronizálok BMW-ket bizonyos állapotokba. Fog függvénye? Igen, ez ilyen, attól függ mekkora a nyomás. Na de visszatérve, milyen a verseny? Lendületes? Jó, amúgy nagyon jó a verseny. Jól éreztük magunkat, nagyon tetszett. Lesz még rally show, hogy részt veszünk-e, azt még nem tudom. Arra mi várható? Hát az, hogy megyek vagy nem megyek, nem tudom még. És ha mész, mit fogsz bent csinálni? Szerintem tekerem a kormányt, meg ahogy Szűcs Jóska mondta, sose veszem el a gázt. Üzensz neki valamit? Igen, üzenek azt, hogy soha ne vegye el a gázt. Helyes, szombat este? Igen, szombat este alkoholva folyton bánatom. Ennyi? Csúnyán, nagyon csúnyán. Nagyon csúnyán, jól van. Salak? Salakra megyek. Sajnos, akkor mi nem megyünk, vedd le. Igen? Igen, hát ez lesz az utolsó verseny idén, szerintem többen nem tudunk indulni. Ezt még szeretném sikeresen végülni, aztán... Ó, hát akkor ott leszünk. Így fogom szólni a rózsákat neked. Ne a rózsát szólj, hanem a deák igazolványokat, a 20 000-eseket. Azokat szóljad. Jó van, szórogatok majd mindent. Kérdezzük még valamit? Iszol valamit? Vége? Mi a helyzet? Hogy tetszik a pálya? Hát, pálya nagyon zsír, kocsi széria, nem megy. Lendületből kell autózni. Hát igen. Hát a lendülettel is gondok vannak, tolja az orrát. Hát,
nem tudom. Gyakorolni kell a télen. Igen. A tél még soká lesz. Panorámaút, meg ilyesmi. Menni fogunk, ott leszünk a panorámán. Meglátod ott egy-kettő kanyar alatt belerázódsz. Salak van még tervbe idénre. Hát a panoráma az mindenféleképpen. Csak még szponzort keresünk, mert ez elég kevés a kérdés. Építeni kell még az autót. Mit szeretnél rá? Hát motort szeretnék bele először. Meg Sperdifi, jó jönne. Sperdifi. Megpontizás, mert a küszöböm az jelenleg szikszalagból van. Jó van, az még egy tanuló idő alatt úgyis odaér egy-két helyre a hátulja. Igen. Szombateste? Szombateste? Ital? Ital. Hát valószínűleg el fogunk fogyasztani egy néhány üveg sört, esetleg... Csak az íze kedvéért. Igen, valamint viszkit. Nagyobb, az jó választás. Nagyobb mennyiségben viszkit fogunk fogyasztani. Jó van. Köszönjük. Sziasztok! Hogy tetszik eddig ez a futam? Nagyon tetszik, örülünk, hogy eljöttünk. Egyszer vettünk részt egy ilyen Rally Show nevű dolgon. Itt létrevétesen még soha nem is jártunk, de eléggé tetszik. Tehát nagyon jó. Kocsi jól viselkedik? Igen, most igazából erre a rendezvényre raktuk össze, mert eddig állt már hetek, illetve hónapok óta. Tegnap történt egy beállítás rajta, úgyhogy jó, meg vagyok vele elégedve. Minden jó. Legközelebb merre terveztetitek? Valószínűleg jövő héten a Salakon Debrecenbe, oda akarunk, illetve oda készülünk majd. Távlati célunk, illetve terveink még nincsenek, egyelőre ennyi. Egyelőre ennyi. Jó van. Rally Show-n mi lesz, ha felmész a pályára? Hát igyekszünk a nézőket kielégíteni, tehát a tőlem tehetet igyekszünk majd megtenni, tehát ahol... Nagyon helyes, csak a nézőknek, csak a nézőknek. Köszönjük. Szóval hogy tetszik a létai rendezvény? Nagyon-nagyon profilmon megszervezve az egész. A tavalyhoz képest szerintem sokkal nagyobb. Pálya? Pálya is sokkal igaz, én még most fogok elsőnek rajta menni, de... Hát eddig merre jártál? Hát eddig pihentünk. Ja, rá kell pihenni erre az egy futamra. Rá kell pihenni, igen. Értem, jobb, mint a Szendrő? Hát azért azt nem mondanám, a Szendrő... Nem egy kategória. Nem egy kategóriába sorolta, de... Tehát ezt így a környékben más nem nagyon tudná megcsinálni. Ezt tudjuk. Értem, és mi várható, ha felgurulsz a pályára? Hát reméljük, a közönséget kicsit megőrülnöztetjük. Helyes, helyes. Legközelebb? Merre lesztek? Salakon szeretnénk menni, aztán utána ugye Vác. A többit meg majd meglátjuk. Jó, köszönjük. Neked, mint főszervezőnek, hogy tetszik a saját pályátok? A pálya az nagyon hibátlan lett, habár egy-két helyen kicsit lassú. Egy-két helyen kicsit lassú, vagy csak lassan érkezel? Hát úgy a szlalom részét egy kicsit kibővítettem volna, csak tegnap este, amikor rajzoltuk a pályát, kint voltak a rendőr kollégák, akik segítettek megtervezni. Ja, értem. Beleszóltak akkor. Igen, és nem minden úgy történt, ahogy szerettük volna, de ennek ellenére elég jó kis lendületes volt a pálya, ki lehetett használni rajta a kocsit. Rally Show-ra mit tervezel? Rally Show-ra? Hát egy kis mókát. Egy kis mókát, ez miben fog megnyilvánulni? Hát egy kis gumifüst lesz, kis kapartatás, kis váltócsattogás. Ki kell szolgálni a közönséget? Így van, szeretném, hogy a közönség is kiszolgálna minket a tapssal, meg az örömmel. Mi a helyzet ma este, hogy lesznek a Jim Beam-es üvegek? Ma este... Használatban lesznek végre? Patakokban fog folyni, én úgy érzem. Na, merre lesz a menet? Azt még nem tudjuk, hogy hol. Hogy fogsz kinézni? Úgy, ahogy most, szépen. Ezt meg tudnám cáfolni. Kampusz? Kampusz, igen. Dereng. Nem így néztél ki. Valami rémlik. Én is emlékszek egy versenyre, egy éjszakai salaksó volt, nem tudom. Jövő héten hol láthatunk salakversenyt? Salakversenyen, igen. Mindenféleképpen elindulok. Gyorsan leterkóztam ezt a témát. Jó, hát akkor majd ott csacsogunk legközelebb. Köszi. Rendben.